Hölgyeim és uraim, tisztelt ünneplő közösség! Szent István királyunk ünnepének napján, a keresztény magyar államalapítás és a magyar állam fennállásának emléknapján szeretettel köszöntöm mindnyájukat. Szent István királyunk az állandóságot, a magyar nemzet és közösségünk örök összetartozását, fennmaradását hirdeti a mai napig. Tetteiből és művéből látszik azt a hazáját és népét nagyon szerető ember, aki szilárd hitével, eltökélt szándékával és kitartó munkájával egy nemzetből valódi államot szervezett. Hölgyeim és uraim, tisztelettel köszöntöm dr. Vinnai Győző urat, országgyűlési képviselőt, Aratóné Perjési Marian járási hivatalvezető helyettes asszonyt, Takács Pálné szorgalmatosi polgármester asszonyt, Szürke Zoltán polgármester urat, Rádúj Zsolt alpolgármester urat, Szabó Krisztián alpolgármester urat, Ostorházié dr. Kórik Zsuzsanna jegyzőasszonyt, Petruskáné dr. Legeza Tímea aljegyzőt, Tiszavasvári Város képviselőtestületének tagjait, intézményvezetőinket és minden kedves érdeklődőt. Kérem Önöket, a Városi Fúzódekar kíséretében énekeljük el közösen a himnuszt. Kérem Szürke Zoltán polgármester urat, fáradjon a színpadra. A város ifjai szeretnék önnek és jelképesen a város lakosai számára átadni a tiszavasvári sütőüzem kemencéjében sült új kenyeret. A mindennapi kenyér az élet jelképe, kívánom, jusson mindenkinek belőle elegendő. Köszöntőjét.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves meghívottak, kedves ünneplők! Tiszta szívvel összegyűlni, gondtalanul ünnepelni sokszor nem is olyan könnyű, hiszen ünnepeink sok esetben megemlékezések, főhajtások is egyben a harcokban elesett hőseink, vagy az ártatlan áldozatok előtt. Augusztus 20 azonban kiemelkedik a sorból, hiszen ezen a napon csak ünnepelni van okunk. Ünnepelni államalapító Szent István királyt, és ünnepelni országunk születésnapját. Ünnepelni, hogy él a magyar nemzet, és ünnepelni azt, hogy oly sok viszontagság után létezik Magyarország. Szent István hatalmas elszántsággal, de végtelen alázattal szolgálta nemzetét. Egyszerű jelleme, megrendíthetetlen hite, erős akarata vezette munkájában, mely nyomán alapja példaként állt a későbbi korok és nemzedékek előtt, és állhat előttünk most is. Az ünnepi pillanatokban azonban tegyük fel most magunkban a kérdést. Ott van-e, éle bennünk nagy királyunk eszmeisége? Ott van-e a szívünkben a hazánk, a nemzetünk, az országunk és a magyarság szeretete? Kedves ünneplők! István király tetteinek ereje abban rejlett, hogy mindenfajta öncélúságot nélkülözött. Jelleme biztonságot, hitet, jövőképet adott az országnak. Államalapító királyunk azonban nem volt egyedül, hanem százak, ezrek, vagy százezrek ismerték fel a nemzet fennmaradásához vezető utat, mely végül fejlődést hozott az ország életébe. A közösségbe, a magyarság erejébe vetett hit, a közös munka ereje az egyetlen, amely életre hívhatta és életben tartotta a magyar királyságot. Tetterős királyunk Szent István élete megmutatja az utat, így fiához, Imre herceghez ért intelmeit követendők, és fontosabb kell, hogy legyenek mindannyiunknak. Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csak is az alázat, semmi sem taszít le, csak is a gőg és a gyűlölség. És végezetül, tisztelt Hölgyeim és Uraim, soha ne feledjék. Szavak helyett tettekkel, ígéretek helyett munkával állhatunk csak meg a vállalt feladat és embertársaink előtt. Mert szavak helyett a tettek beszélnek. Azt gondolom, hogy ez most Szent István királyunk és augusztus 20-a üzenete mindenkinek, de legfőképp a tiszavassári embereknek. Köszönöm, hogy itt vannak, köszönöm, hogy meghallgattak, érezzék jól magukat Tiszavasváriban, Isten éltesse önöket, és Isten éltesse Magyarországot. Köszönöm polgármester úr szavait, felkérem dr. Rinnai Győző urat, országgyűlési képviselőt, tartsa meg ünnepi beszédét. Tisztelt ünneplő közösség, kedves tiszavasváriak, környékbeliek, tisztelt hölgyeim és uraim! A magyarság legszebb és legszentebb ünnepe augusztus 20-a. Szent István legelső királyunk volt, és a legelső magyar katolikus szent. Koronázásának és szenté avatásának évfordulóját ünneplik a magyarok szerte a világon. Augusztus 20-a megmaradásunk, létezésünk ünnepe. Az államalapításra és az ország születésnapjára emlékezünk. Ezer évvel ezelőtt, 1019-ben István körülbelül a 40-es éveiben járhatott. A legszebb férfi korban volt, alkotó erejének teljében. Létrehozta a magyar államot, létrehozta a közigazgatást, vallást, egyházat és törvényeket adott népének. Európa szerte ismert és elismert államférfi volt. Ennek volt köszönhető, hogy II. Szilveszter pápa koronával ajándékozta meg őt és az egész magyar népet. A legenda szerint, amelyet Jókai Mór a Magyar Nemzet Története című művében oszt meg velünk, a következőképpen történt.
Anasztász kalocsai érsek, aki a követség vezetője volt, tudják, koronáért mentek, olyan ékesszólóan festette le István cselekedeteit a pápa előtt, hogy Szilveszter lelkesedése az érsek szónoklata után e históriai szavakban tört ki. Engem neveznek apostolinak, de a ti fejedelmetek maga az apostol. Ezt mondta a pápa a legenda szerint Istvánról. De az tény, hogy az apostole cím a magyar királyok címében mindvégig megmaradt, s talán ennek is köszönhető, hogy 900 éven keresztül a magyarság nem csak saját államát, hanem a kereszténységet is védelmezte. István nem csak a kereszténység, hanem a béke védelmezője is volt, s egész életét a béke szeretete hatott át. Békére törekedett határainkon kívül és belül is. Ez a törekvés egyrészt meggyőződése volt, amit erős keresztény hite magyaráz, másrészt nagyon jól tudta, hogy az új államszervezetnek békére van szüksége, hogy megszilárdulhasson. István éles látása abban is megnyilvánult, hogy felismerte, a magyarok országa elég erős ahhoz, hogy a német-római császár hűbéri függése nélkül is önálló, saját útját járó állam lehet. Ebben az időben egy európai uralkodó úgy fejezte ki szuverenitását, ha pénzt veretett, törvényeket hozott és okleveleket adott ki. Úgy gondolom, hogy nem lehet és nem is kell letagadnunk, hogy a pénzverésnél, a törvényhozásnál és az oklevél kiadásnál István a német példát követte. Átvette a német formát, de sajátos magyar tartalommal töltötte meg, hiszen pénzei belső szükségletet elégítettek ki, a törvényei sajátos magyar problémákat kezeltek, és oklevelei konkrét magyar ügyekben adtak jogokat. Az oklevelei nem tartalmazták sem a császár, sem a pápa uralkodásának évét, ami a függetlenség nyilvánvaló jele volt akkoriban. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ebben is megnyilvánult első királyunk történelmi nagysága, hogy a német minta átvétele ellenére meg tudta őrizni az ország függetlenségét. István ezzel olyan példát mutatott, ami ezer éve az egyik sajátos magyar képesség és tehetség. Nevezetesen az, hogy a magyar földbe elültetett külföldi magból jellegzetesen magyar fát neveljünk. Gondoljunk csak a piros paprikára. Ami nem magyar növény, mégis az, ahogyan főzünk vele, egyedülálló és világhírű. Vagy gondoljunk az operetre, amit szintén nem mi találtunk ki, de ma már mindenki rám gondol a világon, ha operettet hall. Kedves tiszavasváriak, Szent István példája azt is tanítja nekünk, hogy nem kell minden nekünk feltalálni, bár halkan megjegyzem, ebben is a világ élvonalába tartozunk, de nem is szabad a külföldi mintákat szolgai módon másolni, mert mindent meg tudunk tölteni saját tartalommal, magyar tartalommal. Tisztelt ünneplő közönség! Augusztus 20-án nem csak Szent Istvánt, hanem a több mint ezer éves Magyarországot, Európa egyik legrégebbi államát ünnepeljük. Az elmúlt ezer év megtanított minket, hogy Magyarország és Európa akkor marad meg, ha megőrzi önmagát. Megőrzi biztonságát, függetlenségét és keresztény kultúráját. István uralkodása a magyar történelem legfontosabb 4 évtizede volt, melyről joggal mondhatjuk, hogy megalapozta az egész nemzet jövőjét. Amikor a nagy király 1038. augusztus 15-én befejezte földi pályafutását, az apjától átvett széttagolt, ezer érdektől feszített gyenge fejedelemség helyett egy egységes, szilárd, keresztény monarchiát hagyott utódjára, Orszeoló Péterre, amit majd később Szent László és Könyves Kálmán épített tovább. Kedves tiszavasváriak, 35 nemzedék nőtt föl István uralkodása óta. Tudjuk, egy nemzedék egy emberöltő 30 év.
engedjék meg nekem, hogy pár mondatot szóljak az utolsó emberöltőről, 1989-től eltelt 30 évről. Hiszen 1989 óta eltelt 30 év, felnőtt egy nemzedék, s ők már szabadságban, demokráciában, függetlenségben nőttek föl. Legyünk büszkék arra, amit három évtized alatt elértünk, még ha göröngyös volt ez az út. A közös munka, ahogy polgármester úr is hangsúlyozta, a magyarok szorgalma, tehetsége, kitartása tette lehetővé, hogy ma érdemes Magyarországon élni, érdemes itt Tiszavasváriban élni, mert mi, magyarok, tagja vagyunk az európai népek közösségének. Ha megengedik nekem, egy mondatot idéznék a ma délelőtti köztársasági elnöki beszédből. Nagyon megfogott ez a két mondat. Ma délelőtt az ünnepi beszédében Áder János a következőket mondta, idézem. 30 esztendővel ezelőtt a szabadság magját vetettük el. 1989-ben visszatért a remény, hogy a haza végre újra a magyarok otthona. Otthon, ahol a világot szívünknek kedves módon rendezzük be, ahol magunk alkotjuk törvényeinket, és ahonnan kitessékeljük az idegen barbár eszméket. Igen, 1989. A magyarok szabadságvágyának kifejező dátuma. De mondhatom azt, hogy 1956 mellett, mert 1956 is a magyarok szabadságvágyának kifejező dátuma, de mi tudjuk, hogy a szabadságot nem adják ingyen, azért nap mint nap meg kell küzdeni. De hogy ne csak 20. századi példát hozzak, Deák Ferenc azt mondta a szabadságról, akkor ugye egy gyarapodó Magyarországon éltek az emberek 1867 és 1914 között. Deák azt mondta, idézem, a szabadság többekkel megosztva becsében nem veszít, sőt erejében nyer. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Bátorság, kitartás, igazságosság, modernség, de úgy, hogy a hagyományokat, a történelmet, a kultúrát, a néptáncot, a népzenét megőrizzük és tiszteletben tartjuk. Ezért vagyunk mi különleges nép. Mi magyarok különleges nép vagyunk Európa szívében. Egy keletről jött, büszke pusztai nép, akikből István és követői, László és Kálmán formáltak egy ízig-vérig európai népet. Legyünk erre büszkék, európaiságunkra és magyarságunkra. És engedjék meg nekem, hogy befejezésül szóljak néhány szót a királyi vármegye rendszerről és az önkormányzatiságról. Mert tudjuk, hogy a legmodernebb közigazgatást István az 1920-as, 30-as években megteremtette. Mert jól tudta, hogy egy ország irányítását, jólétét nem lehet egyetlen emberre bízni, és szükség van a saját lakóhelyét jól ismerő vezetőkre. Ma sincs ez másképp. Eltelt azóta 1000 év, kialakult az önkormányzatiság rendszere, melynek ma is az a célja, hogy a lakókörnyezetüket jól ismerő, a településekért tenni akaró polgármesterek és képviselők segítsék elő a lakosság jólétét, segítsék fejlődését, vegyék figyelembe a lakosság igényeit. Igen, legyenek lokálpatrióták, legyenek alázatosak, ahogy az Intelmekben írja István Imrének. Legyenek nyitottak arra a fejlődésre, amely a 21. században lehetőség itt, Tiszavasváriban, itt, Szabolcs-Szatmár-Mereg megyében és ebben az országban. És ha ilyen elkötelezett személyek döntenek egy-egy település sorsáról, mert őket megválasztják, akkor az emberek is jól járnak. Hiszen a mai világunkban mit akarnak az emberek? Azt, hogy legyen megfelelő munkahely, legyen jó infrastruktúra, az orvosi ellátáshoz való hozzájutás illessen meg mindenkit, és a kulturális lehetőségek széles tárháza álljon előttünk. Mivel gyakran eljövök ide Tiszavasváriban, úgy látom, hogy ennek a feladatnak a jelenlegi polgármester és képviselőtestület meg
fele. És befejezésül nekik is, önöknek is, mindannyiunknak is azt tudom mondani, hogy Szent István király élete, munkássága, cselekedetei tartalmaznak mindent, ami 1000 év távlatából is közérthető és követhető példát mutat bármelyikünk számára. Bizonyságot ad hazaszeretetből, függetlenségre és békére törekvésből. Tanít minket a törvényesen betartására, a hitünk által vezérelt életre, a hit védelmére. Kövessük István tanításait, és nem vallhatunk kudarcot. Köszönöm szépen! Köszönöm képviselő úr szavait. Hölgyeim és uraim, kitüntetés átadása következik. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestülete 297/2019 számú határozatával Pete Ferenc kitüntető díjat adományoz Nagy Mária, a Tivaszol Kft. Munkavállalója részére. Nagy Mária jelenleg konyhavezető főszakás munkakörben dolgozik. Szakmai elhivatottsága, az egészséges étel megismertetése iránti elkötelezettsége, példamutató magatartása teszik méltóvá a Pete Ferenc kitüntető díjra. Kérem, fáradjon a színpadra, és kérem, polgármesterek, adják a kitüntetést. Köszönöm szépen a kitüntetéshez, gratulálok, munkájához további sikereket, erőt és jó egészséget kívánok. Tisztelt ünneplő közösség, Varga Bálint, Szuhanics Albert, Államiságunk ünnepe című versét adja elő. Szuhanics Albert, Államiságunk ünnepe. Ím a nyarat koronázza augusztus havak, királyságot hirdet nekünk, mint a korona. Magasztos király a nyárban, benne ős erő, áldás, amely harmatoz ránk gyümölcsérlelő. Államiságunk ünnepe legnagyobb ünnep. 1000 éves királyságunk megtartott. Magyaroknak koronája népünket jelenti, megszentelt tárgy, jogi személy időknek feletti. Azt hirdeti országunknak léte földön égen, örökkön az Istennél van, ahogyan egykor régen. Új kenyér az új búzából szalagdíszben áll, piros, fehér, zöld eszalag, s éhezőkre vár. Éhezzük mi szép és igaz az emberi szót, magyar létnek biztonságát és a földi út. Mivé lettünk, István király, tekints végre ránk. Úgy ez okoksz, fáj a szíved országod iránt. Legyen bőség jövőnk nekünk, legyen sok gyerek, legyen kenyér, legyen gyümölcs, amit egyenek. Legyen bor, békesség, búza, erény, szeretet, legyen munka, megbecsülés és boldog emberek. Íme augusztus üzenete, s 20-a vár. Ünnepeljünk újra ismét. István a király. Nemzedékről nemzedékre mindig így legyen. Áradjon ránk áldás, erő, bőség, kegyelem. A város egyházainak vezetőit kérem fáradjanak a színpadra, így Hülvei Zoltán görögkatolikus parókus, Földes Gábor római katolikus plébános és Szoren Attila református lelkipásztor. Kérem őket, szenteljék meg az új kenyeret. Kedves ünneplő városbeliek, Isten igéjét olvasom a mai napi Ószövetségi ige szakaszból, a Krónikák első könyve 29. fejezetéből, 11. és 12. versből. Tied, Uram, a nagyság, a hatalom és a felség, a ragyogás és a méltóság, bizony minden, ami a mennyben és a földön van. Tied, Uram, az ország, magasztos vagy Te mindenek feje.
Tőled ered a gazdagság és a dicsőség, te uralkodsz mindenen. A te kezedben van az erő és a hatalom, a te kezed tehet bárkit nagyjá és erőssé. Ki ne járt már közülünk bábszínházban? Csodálatos gyermekeket elbűvölő világ az, de a gyermeki lelkületű felnőtteket is el tudja varázsolni. Milyen jó nézni azt a műsort, amelyet elénk varázsolnak ezekkel a különböző színes bábokkal, és számomra, mint felnőtt számára a legizgalmasabb pillanat az, amikor vége lesz a darabnak, és a függöny mögül kilépnek azok a személyek, akik kezükkel mozgatták azokat a bábokat. És olyan érdekes szembesülni azzal, hogy ki volt az a hang és ki volt az a kéz, aki mozgatta talán Jancsi és Juliskának a személyét. Különleges dolog ez a leleplezés. És most, amikor ezen a mai napon István királyra emlékezünk, az alapításra és az új kenyérért adunk hálát, bibliaolvasó kalauzunk szintén egy királyt hoz elénk. Nem István királyt, hanem Izrael népének, egy másik népnek, Isten népének a nagy királyát, Dávid királyt. Dávid királyt, amikor hatalmának teljében van, és éppen már a halála közeledik, és trónját átadja fiának, amikor rengeteg arany és ezüst összegyűlt körülötte, rengeteg csatát meggyőzött már, akkor mit tesztem, a saját vállát veregeti, nem önmagát ünnepelteti, hanem egy kicsit olyan jelenet van, mint a bábszínházban, elhúzza a függönyt és rámutat egy kézre. Azt mondja, hogy az a nagy gazdagság, az a nagy hatalom, az a sok győzelem, amit elértünk, nem csak magunknak köszönhető, hanem azt mondja, Uram, a te kezedből van az erő, te kezedből van az áldás, te kezedből van a dicsőség. Mert bár nem olyanok vagyunk Isten kezében, mint egy bábok, mert szabad akaratunk van, magunk választhatunk jó és rossz között, járhatjuk saját döntésünk alapján a jó és a rossz utat, de mégis Isten, mint hatalmas kéz ott van mögöttünk. A háttérből vezet, erősít, megsegít. És milyen jó így visszanézni az állami lapításra, magyar népünkre, városunk történetére, hogy miközben megemlékezünk nagy hőseinkről, miközben rábízzuk magunkat más embereknek a kezére, aközben hisszük és valljuk, hogy van egy náluk hatalmasabb kéz. Az Isten, aki kenyeret ad, az Isten, aki vigyáz. Egy kéz, aki odaszegeztetett értünk a Golgotán, azért, hogy nekünk ne csak boldog életünk, hanem boldog mennyei életünk is legyen. Dávid fontosnak tartotta ezt átadni Salamonnak, azért, mert tudta, ez a megmaradásnak a titka, ez a mi boldog életünknek is a titka, hogy miközben talán keményre dolgozzuk a mi kezünket, miközben repedeznek ujjaink a sok munkától, ne feledkezzünk el arról, hogy van egy kéz, amely oltalmaz, amely vezet, amely meg tud erősíteni, amely mutatja az irányt. Adjunk hálát ezért a kézért, amely megerősítette a munkások kezét, és mindennapi kenyeret tehetünk az asztalra. Adjunk hálát őseink, és legfőképpen a bennünket szerető Isten oltalmazó karjaiért. Ámen. Könyörögjünk! Mindenható Atyánk, Urunk és Istenünk, áld meg ezt a kenyeret mennyei áldásoddal, hogy akik ebből esznek, azoknak váljék testi-lelki gyarapodásukra és üdvösségükre. Tartson távol tőlük mindenféle betegséget és a gonosz lélek minden kísértését. A mi Urunk Jézus Krisztus által, aki nekünk mennyei kenyerünk, örök életünk és üdvösségünk, és aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Könyörögjünk az Úrhoz, Uram, irgalmaz! Úr Jézus Krisztus Istenünk, ki az öt kenyeret megáldottad és vele 5000 embert megelégítettél, te magad uralkodónk, áld meg ezen új kenyeret,
szaporítsd meg e városban és az egész világon, és a belülük ízlelőket szenteld meg, mert te vagy, ki mindent megáldasz és megszentelsz, Krisztus Istenünk, kinek mi dicsőítés zengünk kezdet nélküli atyáddal, legszentebb jóságos és életteremtő lelkeddel együtt, most és mindenkor, és mindörökön örökké. Amen. Megáldatik és megszenteltetik ezen új kenyér a Szentlélek marasztja, és a szentelt vízzel való meghintés által az atyának. Amen. Semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiteket a mi Urunk elé. És Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Áldjon meg és őrizzen meg benneteket a mindenható és szerető Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Az Úr áldása rájátok az ő kegyelmével és ember szeretetével, mindig most és mindenkor és örökkön örökké. Amen.
Thank you.
Thank you.